A vallás és lelkiismereti szabadságot a világon elsőként kimondó erdélyi országgyűlés helyszínén, a Tordai Katolikus templomban szerveztek hálaadó ünnepséget az esemény 450. évfordulóján. Az esemény egyben az Erdélyi Magyar Unitárius Egyház egész éves ünnepség sorozatának része, hiszen az Unitárius Egyház a Tordai Országgyűléstől számítja fennállását. Zsúfolásig telt a Tordai templom az 1568-as országgyűlés évfordulóján. Az erdélyi egyházi vezetők ünnepi előterjesztésben fordultak a Magyar Országgyűléshez, Románia parlamentjéhez és az Európai Parlamenthez, amelyben kérték, hogy foglalják határozatba a 450 évvel ezelőtti országgyűlés verdiktumának korszakalkotó jelentőségét, január 13-át pedig nyilvánítsák a vallásszabadság emléknapjává. Bálint Bencédi Ferenc unitárius püspök az akkori határozat máig érvényes üzenetét emelte ki. E mai nap is csak akkor válik értékessé, ha a történelmi eseményből kihámozzuk a számunkra értékes igazságot. Az erdélyi rendek döntése ebből a megközelítésből kifejezi lényünk legnemesebb szándékát, a békére való törekvést, ami minket arra kell buzdítson, hogy ezt közösségeinkben ma is megteremtsük. A vallásszabadság egyben az identitásválasztás szabadsága is, emelte ki ünnepi beszédében Kelemen Hunor, az RMDS szövetségi elnöke. A transzilvanizmusunk egyik meghatározó értéke az 1568-as határozatból éppen ez. A vallásszabadságban nem csak a társadalmi béke garanciáját látja, hanem alapvető emberi jogként tiszteli az egyes ember hitbéli meggyőződését és felekezeti hovatartozását, ami egyben identitásának is fontos része. Kövér László az erdélyi etnikumok békés együttélésének fontosságát hangsúlyozta a 450 évvel ezelőtti döntés fényében. Ennek szellemében tegyük fel a kérdést. A tordai örökség 21. századi őrzőiként mi, mai magyarok, románok és a többi sorstársaink mit tehetünk annak érdekében, hogy megőrizzük közös örökségünk eszményét. Az ünnepség részeként a résztvevők megtekintették a Tordai Történelmi Múzeumban Kőrösfői Kriss Aladár, a Tordai Országgyűlés című festményét, a katolikus templom előtti téren pedig felavatták a vallásszabadság emlékművét.